Elképzelek egy nőt, aki a tudásban és önmaga szeretetében kiteljesedett. Egy nőt, aki hűséget fogadott saját életének és képességeinek. Aki minden más figyelmen kívül hagyva kül marad önmagához. Képzeld el, hogy ez a nő te vagy. A női önismeret fontosságára utaló idézet vezette be a Tolnai Család és Karrierpont éves ismeretterjesztő előadás sorozatának harmadik rendezvényét, amely egyébként a genetika és a pszichológia tudományában kalauzolt el a hölgyeket. Rengeteg az életben fölvetődő kérdések, a miértek mindjárt ott a helyszínen, a Magházban történő megválaszolásával. A meghívott pszichológus, Monostori Mária Marcsi előadó számba vette például azokat a hatásokat, ami egy újszülöttet már a magzati szakaszban ér, fókuszálva persze a kisgyermekkorra, az itt kapott érzelmi mentális impulzusoknak a gyermek személyiség fejlődésére gyakorolt pozitív, illetve negatív hatásaira. Az a gyerek, aki a családjában a szülői agresszivitás rendszeres áldozata, vagy ismétlődően szemtanúja a szülei közötti erőszakos viselkedésnek, felnővé gyakran maga is agresszívvé válik a családjában. Érzelmi erőszaknál a leszólás, fenyegetés, kiabálás, ez is számíthat bántalmazásnak, ami a gyermekben tehetetlenséget, zavarodottságot, bűntudatot vagy félelmet vált ki, gátolja annak személyiségfejlődését. Az abszolút mindenben megengedő szülői magatartás nem követendő példa, mert a gyerekek ettől nem érzik magukat biztonságban, nem világosak számukra a felnőttek szándékai üzenetei, érvelt Monostori Marcsi, majd a párválasztás témájához érve arról értekezett, hogy a férfiak többsége az édesanyjukat, a nők pedig az édesapjuk személyiségjegyeit keresik leendő párjukban. Még akkor is, ha nem a legjobb volt velük a kapcsolatuk annó. Ha a férfinek rossz volt a kapcsolata az édesanyával, a férfi tagadja az anyát, párválasztásnak mégis hasonló természetű nőt választ. Ha a férfi elfogadja az anyát olyannak, amilyen, akkor tud kilépni a modellek körforgásából. Ha a férfi tagadja az apának a rossz természetét, haragszik rá, akkor felnőttként ugyanolyanná válik, mint az apa. Ez is azt a tényt igazolja, hogy az érzelmi modellt nem lehet akarattal átformálni. A nőknél ugyanígy alakulnak ezek a helyzetek, mint a férfiaknál. A fejlődő növekvő gyermek szokásaira, életvitelére, de úgy általában a nemi identitására is hatással lehet, ha érzi tudja, hogy más-más nemű gyermeket képzelt el az egyik szülő, mint ami ő vele érkezett. Ha az anya fiút akar, a kis és kislány születik, akkor az anyának akar megfelelni. Pont az ellenkező neműnek akar, aki éppen nem azt a nemű gyereket várja, mint amilyen születik, annak akar megfelelni, annak a szülőnek akar megfelelni. És fordítva is igaz, amikor a 14 éves fiú muskátlikat öntöz, és hát babás játékokat pontosan játszik? Így van. Igen. Fordítva is igaz. Itt kinek akar megfelelni akkor ez a kisfiú? Ez a kisfiú akkor az apának akar megfelelni, mert az apa kívánta őt, hogy lány legyen. Aha. És lányként viselkedik, és az apának meg akar felelni. Domináns, hogy az apának akarnak megfelelni? Nem, ez attól függ. Ez attól függ, hogy melyik szülő kívánt más nemű gyereket. Amikor fiút várnak, és fiú születik, akkor teljesen ideális az a fiú. Igazán a férfi identitást is meg tudja élni az apukája mellett, és a női identitást is meg tudja élni az édesanyja mellett. Aztán úgy általában rátért a pszichológus nő az energialégzés szerepére, amivel tartósan negatív érzelmi, ezáltal tudati állapotunkon változtathatunk. Elakadások, energiablokkok jönnek létre életünk során, gyermekkori fájdalmak, felnőttkori traumák, testi lelki sérülések miatt. Ha ezeket az elakadásokat nem kezeljük, testi szinten jelentkeznek, komoly betegségek formájában. A légzés irányításunk alatt egyfajta kapocs a tudatalattihoz. Az ember mindig is használta a légzés irányítását, a légzéssel kapcsolatos gyakorlatokat, rituálékat, épp úgy a vallásban, mint a mindennapi életben. Ezek segítségével képes az ember javítani egészségi állapotát, vagy változó tudatba kerülni, ahol akár spirituális élményeket is szerezhet. A transzpersonális pszichológiai előadás
mint egy 10 perces időtartamú légzéstechnikai gyakorlatokkal zárult a Tolnai Család és Karrierpont idei újabb rendezvénye. Amit levezettem, azokat a dolgokat, ha szembesül vele és megérti a saját életét, az már egy óriási előrelépés. Vissza tud nézni a múltba, mivel ez a terápia tulajdonképpen egy visszanézés. Megkeressük azoknak a problémáknak a mikortját, hogy mikor történtek ezek a problémák életünkben, és azokat megoldjuk ott abban a helyzetben, amikor történtek, amikor előjöttek. A rendezvénysorozat újabb állomása, hogy azt egyfajta tolnai specialitásként a család meghatározó nőknek ki lett itt találva, a szokásos, közös, interaktív főzés követte, összekovácsolván az alkalmi közösséget. A francia hagyma krémleves és az azt követő sütőtökös gasztró est után, először átismételve a francia és az olasz konyhából tanultakat, az indiai konyha viszonylag könnyen elkészíthető specialitásaival ismerkedhettek meg az erre nagyon kíváncsi tolnai, illetve környékbeli hölgyek. És itt igazából a praktikák a lényeg, tehát hogy használnak minél több zöld fűszert, minél több igazi paradicsomot, minél több igazi fűszert, a borsot őrüljék és ne porolakba vegyék, mert ezek mind nagyon sokat dobnak az ételnek a minőségén. És ezt otthon is elhetjük? Minden, igen, abszolút. De az első igazi élmény például az indiai csirke elkészítéséhez itt és most lehetett megszerezni. Én inkább a magyaros konyhát szoktam, ugye, a magyaros ízeket inkább alkalmazni. Az érdekesség, inkább a kíváncsiság, ami idehozott engem. A fűszerezés lesz az érdekes, vagy a már az előkészítés is másként megy, mint egy magyaros étel elkészítésekor csirke esetében? Szerintem már az előkészítésben is különbségek vannak, mert rengeteg fűszert használt ott már a szakácsunk, a Berci, és hát igazából kíváncsi is vagyok, hogy mi lesz majd a végeredmény, de még ami nagyon tetszik, ez a kis közösség, ez a kis hangulat. Én most másodszor vagyok ezen az előadáson, és már az első nagyon megfogott, és én azért úgy gondolom, amikor csak lehet, mindig eljövök ezekre az előadásokra. A mai napon három ország ízét vizsgáltuk. Az első Olaszország, az egy olasz könnyű saláta, a második egy indiai főétel, a tikka masszala, a harmadik pedig egy mogyorós, tésztabundás mogyoró, cukorbundás mogyoró. Ez a desszert? Ez a desszert, igen. Az ilyen ételkülönlegességek elfogyasztása talán abban is segítheted, hogy a transpersonális pszichológiai előadás témakörében hallottak, bonyolult, nem egyértelmű dolgok most és legközelebb is könnyebben emészthetővé váljanak a családokban fontos szerepet betöltő tolnai és környékbeli hölgyek számára.